Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Vasárnap. Igen, elment ez a hétvége elég rendesen, már ugye pénteken is itthon voltam. Hát a szombati napom az sajnos elúszott, ugye azt terveztem, hogy amely videót most megkezdek, vagy sorozatot most megkezdek, ezt fogom... Hú, bakker, még nincs meleg itt benne, mínusz 7 fokot mutattak a hőmérők így vasárnap reggel, tehát begyújtottam, de hát igen, azért lassan melegedik ez a kis bümbarlang. Na, tehát azt akartam mondani, hogy egyéb okok miatt a szombati videózásom elmaradt. Ellenben, nem tudom, tagok nézik-e, de gondolom nézik, tagoknak tartottam egy kis live-ot. Hát nem sokan voltunk, 3-an, max 4-en voltunk a maximumon, de nem is az volt a lényeg itt, hogy vittem hány ember kell oda jöjjön, mert amúgy is nem sok tagom van a úgymond tagsági díjat nem sokan fizetik. Nem is ez a lényeg, nem is az ezen volt a hangsúly, mikor bejelentettem ezt a tagsági dolgot, de őnekik ígértem, hogy ugye live-ozni is fogok, és ugye tegnap elgondoltam egyet délután, szombat délután, nem tudom mennyi, 3 óra környéke volt, vagy előbb, vagy nem tudom mennyi volt. Leteszteltem, hogy működik, videó webkamerával bent szobában, ugye így hirtelen jött ötlet, bum, leteszteltem, és jónak tűnt. Gondoltam, belépek, figyeljetek, mit vesztek vele, elbeszélgetek ott magamban, aztán jó van. De hál' Isten azért jött egy-két feliratkozó, vagyis egy-két tag, és jó, szerintem jól eldumáltunk, mint végén már a mezőgazdaságra kötöttünk ki, a fűrészekből indultunk, a végén már a mezőgazdaságra tartottunk, volt minden ott. Na mindegy, tök jó volt szerintem. Azt hiszem a live-ot vissza is lehet nézni, hát jó, 2 óra 10 perces biztos, hogy volt, ahhoz képest, hogy olyan fél óra terveztem egy órára, mondom, belépek, aztán elbeszélgetek ott magamba, aztán jó van, ennyi lesz, de aztán jól eldumáltuk az időt, 2 óra környék, 2 óra 10 perc, azt hiszem, vagy mennyi, 2 óra 8 perc, nem tudom, mennyi volt a teljes intervallum, amit végigdumáltunk, vagyis én végigpofáztam, tényleg végigírkáltátok. Bocs, hogy ilyen volt a felvétel, de hát tényleg ez pontán jött ott be, semmi elvilágítás, semmi nem volt. Ezt nem is az volt a lényeg szerintem, hanem így elbeszélgettünk egy picit élőbe, úgymond. Na, tehát akkor, és a tegnapi nap nem videóztam semmit, és hát ugye mindegy, az, hagyjuk a francba, miért nem, miért sem. A mai nap, az vasárnap, akkor megnézzük ezt a sárga képet, ezt az Alpint, hogy nem fagyott bele a dugattyú, mert itt a bűnballangban nem volt olyan meleg. Úgyhogy láthattátok, mikor szétszett, megjött a csomag, és belenéztem, rózsás volt a kipufog. Azt meg is tudom nektek mutatni, mert ugye az vissza se tettem, ott belül, ott vannak a rozsdafoltok, nem tudom mennyire látszik, vagy mennyire sem, de hát meg ilyen, ja, ilyen pasztálás módszer. Ugye azért nem tettem vissza a kipufogót, mert nem volt egyszerű, 2 csavart beletekertem helyére, a kipufogó meg le van esve róla, vagyis így van, bele volt téve. Az előbb, hogy vittem ki egy indexképet csinálni, felemeltem, ez kipukott belőle. Na mondom, mi van ezzel? Akkor jutott eszembe, hogy hoppá, szerintem nem tettem vissza normálisan. No, öblögetés szempontjából most ezt a kis kólát, nem energiaital, hanem most ezt a szép kis, ilyen érdekes színe van neki, ilyen kis lányos. Tehát ezt fogjuk megkóstolni, nem tudom, hogy mi a franc, ez a cserikók, vagy Isten tudja mi a, de szerintem nem a cserikók. Na mindegy, megkóstoljuk ezt, ez szép volt a doboza, mondom érdekességképpen ezt ilyen alkalmakra meghagyom, mikor ugye holnap melózni kell. Úgyhogy éjjel aludni is kéne kicsit, úgyhogy talán nincs benne annyi cucc, mint az energiaitalokban. Úgyhogy ezzel fogunk öblegetni. És akkor nekiugrunk ennek a kis sárgának. Nem tudom, mennyire fogom szétbontani, kicsontozom teljesen, vagy csak a hengert vesszük le, karburátort, ezt azt megnézzük, jó? Mindenesetre szét kell szedni minél előbb, szét akarom szedni minél előbb, nem szeretném, ha belefagyna tényleg a duhatjuk, vagy esetleg a belefolyt víz. Igaz, hogy nem nagy mennyiség, de nem szeretném a kárt okozni benne, ha sokáig, egy hónapig állna így a gép, azért a rozsda előbb-utóbb megkezdene ezt-azt, jó? Bár mondjuk nem tudom miből van, szerintem alu öntvény, vagy alu Isten tudja milyen öntvezet a blokk, ahogy elnézem. Nem műanyagházas, úgyhogy ez elvileg azt nem kezdheti meg, de ugye a gyűrűt esetlegesen megkezdheti, ha más nem is. Na, figyeljetek! Kamera lefordít, aztán hajrá! Természetesen, mint elfelejtem mondani, sorozat lesz belőle, ismételtem. Úgyhogy, ja. Na, tehát a kipufogóma le van véve.
A lapot láncot csak azért tettem föl a fénykép kedvéért, de itt láttam már érdekességet, azért nem is szedtem előre szét, látjátok. Nem tudom, ez eredetileg így van ezeken az Alpin gépeken, hogy önzáró anya van rajt. Nézzétek, önzáró, alatta egy rugós alátét. Tehát önzáró anyák, ott van. Alatta van egy rugós alátét, és alatta egy elvágott alátét. Látjátok, egy D betű alátét, tehát egy rugós alátét alatta. És akkor még van alatta egy, mi a fene, egy ilyen félbe vágott, vagy negyedbe vágott, vagy le van vágva, le van csiffa a kör íve. Opa. Tehát egy ilyen alátét van ott, hogy speciálisan az így van-e megoldva a speciálba, vagy ez már ilyen, hát ja, így már valaki hozzátett, de viszont a céljának megfelel, már oda szépen belemennek ezek az alátétek, ezt valaki kitalálta, vagy gyárilag ilyen, nem tudom, nem néztem utána. Úgyhogy ezt most vettem észre, amikor fölraktam rá lapot láncot, mert ugye ez eddig nem volt rajt. Na, le is veszük róla akkor lapot láncot. Ugye ezt mutattam annak idején csomagbontásba, hogy elvileg egy Oregon lap, itt valahol látszik is, nem tudom mennyire látszik. Bakker, ja, nem tudom mennyire zoomolt rá a kamera, vagy mennyire se, de ígyétek el, egy Oregon lap van rajt. Egy kicsit megkopott, nézzetek oda, látjátok, ma üti ki a rozsda, ezt is, öre nézzetek. Látjátok? Hoppá. Úgyhogy ez a vakrosda már rátelepedett, úgyhogy szerintem gázolaja, vagy valami át is fogom mosni. Úgyhogy nem szeretném, ha ez megrozsdásodna. A lánc az még elég jó állapotban van. Nézzetek oda. Még azért ez egy darabig még használható lánc lesz. Amennyit én fűrészelgetek ilyen géppel, azt már tudjátok jó, úgyhogy nekem ez örök szerintem. Na, levettük a lánzdeknit, nézzetek oda, hát dolgoztak a géppel kicsit, dolgoztak emberek, úgyhogy mosás, takarítás, úgyhogy ez meg fogja érdemelni ez a gépet, ahogy elnézem. Na, hova francba tegyem? Ja, nem hoztam be alkatrészeknek ismét dobozt. Hújjúj. Na mindegy, figyeljetek, egyszerre félrepakolok dolgokat, aztán majd a csavarkákat, meg lehet, hogy ismételten akkor már dobálom is bele ebbe a szokásoshoz, hívenekbe. Most nem tudom, ezt az önzáró anyát nem elszi meg a benzin. Á, mindegy, figyeljetek, most szerintem oly mindegy. Majd úgyis nyomatok rá a benzint, aztán ebbe benn lesznek az ilyen alátétek, csavarok, anyák, mit tudom, micsodák. Tudjam, hogy hol vannak. Nos, akkor kezdjük meg a bontást. Ugye ezért már a milyen fenét levettem. Azt láthattátok, hogy a tetejét itt levettem. A légszűrő fedelet. Nem tudom, ezek a csavarok kijönnek belőle ugyan, vagy nem. Szerintetek ez ilyen, hát figyeljetek, nehezen jön ki belőle. Majd esetleg, ha mosni fogom, ugye benn van a szivacska, látjátok. Egy légszűrés. És van itt még egy szivacskánk, a második légszűrés. Ezt nem is tudom, hát mindegy, figyeljetek, így belteszem ide, aztán úgy is ki kell mosni, mert látjátok, azért kosz, por van rajt. Nos, hova, tényleg valahol meg kéne raknom őket, megpiszkálom a tüzet, mert igen, haloványanék. Meg hát ugye hiába, mínusz 7 az mínusz 7 emberek, mire a kis kuckó vagy a bűnbarlangom átmelegszik, az nem kevés idő. Na, figyeljetek, akkor az lesz, hogy ezt az üveget elrakom, minden meg csak akadékba van. Nektek is ott zavaró tendencia. Itt már ugye láthattátok, itt sima csavarok voltak bent. Tehát sima csavarhúzóval, laposfejű csavarhúzóval, hasított fejű csavar, nem tudom hogyan nevezik. Nem akarok ebbe belemenni, nem vagyok ebbe szaki. Úgyhogy ilyenek hülyeséget nem mondok. Itt viszont már torsz csavarok vannak. Méghozzá hasonló méretben, ugye ez a kulcs, ez bakker most megfogta, 27-es, T27-es. És ugyanaz, mint a stíl csavarkák, ugyanolyan kulcssal meg lehet fogni. Hopp, egy alátét is van rajta, nézzetek. Hát ez olyan szép kis csavar, nem tudom, hogy ez valamikor volt-e buherálva, de a csavarok, ahogy elnézitek, megmutatom mindjárt közelebbről. Alátétet is mentsük meg, jó van, talán. Hát remélem, hogy ez a gép még általam lett csak szétszedve, és más által még nem. Ezt ki tudja. Nézzétek, a csavarfejek teljesen el vannak tűnve a koszban, maszadban. Lehet, egy táblácska van ott, nem tudom, nézzétek oda, ott lehet, hogy ott van a táblája. A feliratok, ez meg az, meg amaz. És csak azt nézem, hogy milyen koszos, tehát remélhető, hogy talán még nem lett szétszedve, és általam lesz szétszedve ez a gép először. Érdekes, ugye a mi a fene,
láncféknek a rugói nincsenek lefedve, mint a stílné, hanem simán a lanatúrai lefegnek, lafognak. Hát ezt megint nem merem szétszedni egyelőre, mert biztos, hogy biztos hagyom benne a fenébe, úgyhogy ezt nem bántom. Hát a kuplungnál oda nézzetek, van dzsúa, van kosz bőven, úgyhogy ezt ki fogjuk szedni. Ezt a részt kell pucolni, hát a... nézzetek, oda se tudom pörgetni. Tehát érdekes, hát persze, amikor érdekelnek, fogni kell, ja. Nem tudom, megnézzük, majd figyeljetek. Na, levesztük a berántó részt. Ugye ezt, azt a rohadt. Bakker. Hallottátok, nem sem pattant. Hát lehet, hogy nem volt ez bolygatva. Én ennek csak örülnék, ugye? Hát ezen alátét szerintem nem volt, nem jött ki belőle semmi. Ja, elfelejtem mondani, vagy mutatni, ugye, de a címében ott lesz úgyis, ja, hol van, várjátok. Hogy egy Alpine P450 az áldozat, amelyről készül ez a sorozat, amely beázott, vagy vizet kapott, vagy nem tudom, mi történt vele. Lehet, hogy mételepi szökevény, nem tudom. Ugye, természetesen írta egyik hozzászól, hogy a mételepi szökevény, vagy mételepi, nem. Lehet, hogy azt hittem, hogy megsértődtem, meg ugyan már, hogy ilyet ne gondoljatok rólam, hogy most ilyet írtok, hogy egy roncshalmaz, egy rostahalmaz, egy mételepi. Én ezért miért sértődnék meg, nem? Nálam ezek a fűrészek mennek, hát tiszta kosz, tiszta dzsúa, tiszta maszat, tiszta, most már rozsda lesz lassan, azért is akarom ezt megelőzni, hogy nehogy nekem itt baj legyen. Ilyenekre nem sértődök meg, miért sértődnék meg abszolút esze, hát most tudva lévő, hát mindenki látja, hogy milyen gépek, úgyhogy de elég rendesen meg van húzva, úgyhogy lehet, hogy ez még, figyeljetek, ez még talán még általam lett előttem még úgymond szűz volt, szétszerés terén. Úgyhogy valószínű, hogy ezt még én bontom szét először, de nem biztos. Na nézzetek vele, berántó rész, műnek körmök, érdekes megoldás, de működik. Anya nem húzza vissza, tehát nem lafog. Elég érdekes, hogy ez bakelit vagy, nem tudom miből van ez a micsoda, de nem gumi. A száz, szerintem ez nem gumi, vagy olyan kemény gumi lenne, de érdekes barna színe van, mintha bakelit lenne, látjátok. És azért lelaffan, látjátok, nem húzza vissza totálba, tehát nincs akkor erre a berántó résznek, hogy ezt a úgymond talán bakelit, vagy nem tudom miből lehet ez a valami, lehet, hogy gumicsak így meg van feketed, vagy barnulva, nem tudom miből van, tényleg, nem akarok hülyeséget mondani. De azért lafog így le, össze-vissza, tehát nem húzza vissza. Annyit lehet csinálni, esetleg egy tekerés húzok rá, tehát egy tekerés putba rátekerek, akkor már erősebb lesz. De jó, ez így is. Na, közben akkor itt osztályozom szana szélje az alkatrészeket. Na, így néz ki a belső része. Ott a gyújtórész, szép is sárga színe van annak is, meg magának a többi résznek is. Érdekes, koszos, poros. Hát én azt közben azért aggad el a szavam, mert nézegetem ám közben, hogy valahol van-e olyan rész, ahol látok olyas... Na, ez viszont laza volt, emberek. Ez viszont laza volt, hogy... valaki belenyúlt-e előttem, de nem tudom, tényleg nem tudom. Ezen is egy alátét. Majd talán ez is laza volt. Mondjuk ez műanyagba ment, másik az nem is tudom, de szerintem az is a műanyagba ment bele, igen. De azok jobban meg voltak húzva, ez viszont lazább. Na várjátok, ezen is van egy alátét, ez ki kéne be... Hoppá, fűrészport be van ülve. Ez azt jelzi, hogy hát ja. Szóval ilyen apró cseprő dolgok, de nincs a csavarfejük, azok gyönyörűek. Nincsenek szétcseszve, úgyhogy talán. Na elvileg most ennek, itt van egy gumituskója, na várjátok, ezt lehet, hogy ki kéne patintanom. Lázatok, ezeket a műanyag nincsenek lealázva, ezek a műanyag dugók sincsenek szétfeszegetve, lealázva, ebből is ki lehet indulni, hogy talán még előttem nem buherálta senki, mert ugye akkor már szét lenne karcolva, a szélei meg lennének csipve, úgyhogy nem látom rajta ezt a hibát. Na és van alatta egy csavarka, ott benn figyel, azt is kivesszük, hogy a gumituskója, szerintem elég szép állapotban vannak, úgyhogy azok maradnak. Bakker, de nehéz kitekerni, vagy ezt ki se kell venni? Várjátok, jön, vagy jön ez egyáltalán? Tekerem, de nem tudom, hogy jön-e. Na, gyere már, Atom. Ugye most ez a gépet azért előnyt, ezt mondtam is már, hozzászólás van, mert hát nem azért, mert most ez hirtelen jött gép, hanem azért, mert hát vizes.
és így nem akarom ezt félrerakni sanyarúbb időkre, mikor nem lesz más munkám. Ezt mindenféleképp ki kell szellőztetnem ezt a hengert. Vagy szétszedni rendesen, hogy na ez a csavar, nem felejtsem. Egy ilyen csavar, ez ment ide. Ott van benne egy fém kis kupakocska, tudom mennyi látszik, talán most látszik, az nem jön ki. Ez bele van öntve szerintem a gumiba. Aha. Szerintem átjön ott a... De kijött! Kijött! Megnyomtam, az kijött. Na gyere, hogy mégse jön ki? Várjátok, nem is kupakocska, ilyen fém hüvely. Látjátok, tehát hogy nem a gumit tolja, ez a csavarka, oda így szépen belemegy majd. Így lesz ez összeépítve. Oké, majd úgy, hogy van. És a gumi tuskója, arra nézzetek, gyönyörű állapotban van. Szép, szép állapot nincs. Hoppá, nem rideg, szép, még puha, megtörve sincs, úgyhogy ez frankó. Közben itt a kamerát is löködöm össze-vissza, bocs. Na figyeljetek, tehát ezzel megvagyunk. Lekapjuk ezt a gyertyapipát egyszer. Úgyhogy hát a gyertyapipa el van repedve, hát hosszára el van repedve, nem mutatom majd. Ezt nem is vettem észre ezelőtt, na mindegy. De elég jó pattan, érdekes, pattannak a csavarok, mikor meg egyelő alul nem pattant a csavar. Hátul itt, vagyis a többi csavar eddig mindig pattant, mikor meglazítottam. Ez azért jó jel szerintem, sima. Négyes csavar, úgy nézem, négyes torsz. Semmi extra. Hoppá! Na azért bele kéne dobnom, már nem találok lukba bele, akkor baj lesz ám. Eltűnnek itt a csavarok aztán. Vagy lesz egy plusz. Képzeljétek el! Majd kisipolom azt a részt. Vagy lenémítom. Na figyeljetek! Hú, hát ja. Oda nézzetek. Hát van ott a kosz, de ez a kosz. Nem, rá van egy kicsit ragadva, Isten tudja mi az megint. Hát valamivel szépen megmosom, úgyhogy a matrica azért megmaradjon. Meg a színhez szép, gyönyörű szép színe van. Szerintem le lesz mosva még egyszer. Ugye Zoli mondta, ugye akitől vettem, aki felajánlta nekem ezt a gépet, hogy ha érdekel, megvehetem, eladó, hogy benzinnel átmosta a tetejét, meg a burgatokat, azért ilyen szép színe van. Amúgy gondolom lehet, hogy volt egy kis kosz rajt, nem tudom, látjátok, itt látszik azért, gondolom én. Na, ide félre dobjuk. Jó kis buckos henger van bent. Na nézzétek, ezek a megoldások. Hát figyelj, az nem is tömítés, amit én mutattam kívülről, hanem egy piros burkolat, ami védi a vezetéket. Látjátok, ott megy végig, az jön a gyújtástól, és én azt hittem, ott is valami mókányolás van, de az nem paszta, kívülről mutattam, ugye láttátok, hanem ilyen burkolat, amiben le van szigetelve a cső, vagy ilyen hűvédő valami. Hú, bakker, mi az egerek költöztek ide bele, emberek? Hú, olyan nézed itt ki. Na itt a gyertyapipa, itt a gyertyapipa, látjátok, végig van hasadva. Most az a kérdés, hogy ezt valaki szándékosan elvágta, végigvágta szikével, mert ugye ebben is ez a tűs, nyomkodós hülyeség van, vagy pedig hát sajnos elrepett, nem tudom. Nem tudom, ez nem hibája, ilyen kis apró miniatűr hibák, de ugye mondtam én ezt nektek, hogy hú, ezt kiszellőztetjük a gépet, aztán semmi probléma, azt látjátok, hogy az ember bontja, ugye azért észrevesz, hopp, itt ez, hopp, ott az, értitek? Szóval, ja, érdekes a dolog. Na most itt van rajta ezen egy gumi, az ott átmegy az a vezeték, a kapcsolóhoz megy át a vezetékünk. Igen, azt lehet, hogy a kapcsolót én ki is veszem, és akkor a vezetéket ki tudom húzni. A kapcsolót innen kiveszem, most melyik volt alul, fölül, majd megpróbáljuk rángatással, mármint a főrész rángatásával gondoltam, megnézni, hogy mikor a cikrát, mikor nem, mert szépen rajta van, hogy a stop, és start, szépen látszik a felület rajta, úgyhogy ez látható. Hát egy gép többet van mozgatva, kapcsolgatva, azért jobban lekopnak ilyen feliratok szerintem legalábbis. Nos, akkor kihúzzuk a kábelt, így. Oké. Na mondom, oké, nem oké. Kihúzzuk a francba. Így. Itt van ilyen fém, vagy öntömény, vagy nem tudom miből van ez a terelőlemez. Érdekes, nem műanyag, tehát elég masszív gépnek tűnik, tehát nem egy ilyen kis gagyi műanyagokkal teli rakott gép. Elég érdekes masinának tűnik ez. Ezek az olaszok, ezek a dígók azért csak megoldották, látjátok. De hogy a francba tudom ezt így nekivenni, hogy csoki, vagy a csatik ne sérüljenek meg.
Amint úgy, hogy nem kéne leszakítanom. Egyszerre kéne, nem egyszerre kéne húznom a kettőt, persze, mondhatjátok, ugye. Egyszer csak egyiket kéne húzni, akkor talán könnyebben átjön a lyukon, nem? Szerintem ott van valami gumituskó, vagy valami, oké. Okay. Úgy, és ott a másik is jön. Mondom, másik is jön. Valószínűleg van egy gumituskó. Ilyen kis hülyeség, amin az Istenért nem akar átjönni, látjátok a másik kábel sarú. De úgyis át fog jönni, mert az előszaknak engedelmeskedni fog. Nos, itt vannak a két kábel. Ugye itt a hengerhez hozzá van drótozva, vagy mi a francoda, nézzetek? Ugye ez mi, egy rugó? Mi tartja itt a hengerhez? Á, oda néz, bele van fűzve a henger lyukaival. Nem tudom, mennyire látszik, vajátok. A henger, azért azt hittem, itt az egér rágta ezt a gépet, oda nézzetek, így néz ki. De nem szerintem, csak azt a ki tudja, nem, de nem szerintem a kopásból eredendő vannak ezek a szálkás, föl van így szálkásodva, vagy így bomlava ez a szigetelés, ugye ez valami hűvédő szigetelés, lehet, hogy jó egérke beleköltözött, remélem nincs benne kis egér, jó nézek ki akkor atom. Na, ott van benne az a rugós hülyeség, látjátok, oda be van fűzve a hengerekhez, nem tudom mennyire tudom illusztrálni, megmutatni nektek, hogy így értek el, a hengernek a, van az a lyuk, a csavar, ahol bemegy, oda van be akasztva az a rugó, és azt tartja. De ezt hogy lehet annak kivenni? Hogy a francba lehet azt annak kivenni? Mert az oda be van nyomva rendesen, hát az érdekes egy megoldás. Ezt hogy tették? Gondolom elfordították oldalra, váltok? Lehet, hogy elfordították oldalra, úgy becsúsztották, és akkor úgy vissza, bele a lyukba. No, ez, ja, mondom én, de hogy a franc, ja, nem lehet úgysem, mert hát ezt nem tudom, hogy lehet annak kivenni, úgyhogy ne sérüljön meg. De jó megoldás, mert tart, de viszont így meg nem tudom kivenni. Váltok, lehet, hogy azért, az már lehet, hogy valaki ezt buherálta, nézzetek. Nem egy fűzte át, tehát nem tudta ő se kiszedni, és akkor átfűzte ezen a gumin, és azért sérült meg ez a burkolat így, így, hogy most kinéz. Ez lehet, és a gyertyapipa meg azért van levágva, ketté vágva, hogy át tudja fűzni. Tehát az lehet, látjátok? Ezen most ugye elgondolkodok, mert ezt csak ki kell belőle húzni elvileg, de nem jön ki belőle, arra nézzetek. Na várjatok, ingyen megoldom ezt a témát. A gyertyapipa is ilyen tüskés megoldással van megcsinálva, azt szépen kiakasszuk. Kivettük a gyertyapipának az érzékelőjét, azt beledobjuk a csatiját, beledobjuk oda, a gyertyapipát lehúzzuk róla, és akkor így át tudom fűzni azon a rugós hülyeségen az egészet, meg itt ezt is át tudom fűzni, lehúzom róla ezt a gumi kis dolgot, és akkor így át tudom fűzni, mert azt onnét kihúzni szerintem nem lehet. Úgyhogy lehet, hogy ez valaki már, ha már egyszer pasztázták, most gondolkodok, ha már egyszer pasztázva volt emberek, akkor valaki már azért csak belenézett a pöttyöt. Hát így néz ki most ez a burkolat, kicsit, mint az egér rágta volna, ugye lehet látni, hogy ez a szigetelés. Itt nem tudom, lehetek ezt a csavart ki kéne vennem onnét. Ez mi a franc? Ez nem is csavar. Úgyhogy akkor lehet, hogy valaki már azért buherálta előttem, akkor mégse szűz, látom, pedig bíztam, mert egy szűzgép lesz. De lehet, hogy nem. Most az a kérdés, hogy mit buherált rajt, ugye? Na várjátok, ezt hogy a francba tudom itt kiszedni? Ez mi a... Ja, várjátok, ezt csak le kell patintani, hoppá. Ezt a felét, ú, bakker, ezt itt kéne szednem. Hú, bakker. Ja. Szét kéne szednem ahhoz, hogy a kábelt, ezt lehet, hogy a húznom, attól félek eltöröm. Látjátok, egy motorom mozgatni, de nem akarom feszegetni, ez el fog törni szerintem. Úgyhogy nincs mese, emberek, szét kell szedni ezt az észt. Úgyis szét kell szednem, mert nézzétek oda, mi van itt. Tehát dzsúa, maszat, ragadáncs, tehát itt alatta van ám a fém, ott van alatta egy gép, látjátok, van alatta egy gép, ez csak hát nézzétek oda, mi van itt. Oda nézzétek. Ja, olajos maszat. Figyeljetek, úgy gondoltam, hogy ezt a hátsó csavart, ami tartja ezt a rugót, ezt kilazítom, akkor rúg elröpül a francba, aki nincs, be van csukva az ajtó, úgyhogy az udvarra nem fog kimenni. Szerintem itt az ajtó meg fogja fogni. Reméljük, de először rakok a tűzre. No kérem, akkor kézzük fel a műtétre, és arra, hogy elröp. Mondjuk, hogy óvatosan tekerem, nem megy a rugó, ugye? Nem látjátok ti se, ugye? A fejletek, azt kell csinálnom, hogy hopp, most már a csavar fogja, emberek. Most már a csavar fogja, előttetek a pattanást. Úgyhogy azt csinálom, hogy
rugót én megpróbálom, hát fenn aki megfogja, tudjátok, így rugó, rongyal meg. Mondjuk lehet, hogy hülyeség volt, mert most a csavar röpül majd el. Hát akkor a csavart is kibiztosítom, mert már csak a csavar szára fogja a rugót. És hát lehet, hogy szétcseszem vele egy menetet most, mert akkor a erő... Oké. Okay. Jó. Voilà. Kint van. Ez mi? Ekkora csavar, emberek. Nézzétek oda. Hát csak nem tört el. Nem. Szerintem nincs eltörve, hogy valaki ezt utólag tette bele. Nincs eltörve, mert látom, a végig látok a menetbe, tehát eltörve nincs. Ekkora csavar fogta össz-vissz. Hát jó, mondjuk szerintem csak az, az volt a szerepe, hogy lerögzítse magához ehhez, ahova rárögzül. A rugó, vagy állva akasztva a rugó rárögzül. Micsoda szavakat használ a batonban ez. Na figyeljetek, akkor a rugónk hogyan van? Elvileg így most kijön, ugye? Na, ezt el ne felejtsük. Tehát ez a kettő, két rugó, és ez a rugó, mi a franc? Ez egy külön valami van benne, oda nézzetek. Mi ez? Azt a rohadt, milyen megoldás ez? Na tehát, ebben van egy olyan dolog, hogy ezt a két hátsó részt, ez a csavar fogja ezt. Úgy, el ne felejtsem, hogy így kell összerakni. Az elejét, viszont ide a kis csavar alá kell majd beakasztani. Tehát mind a két hülyeséget, rugó végét, az oda megy bele, így, oda kell majd beakasztani, és a két hátsó részt meg ez alá a csavar alá kell majd befeszíteni. Hú, bakker! De érdekes ez a rugó, nézzetek oda! Figyeljetek! Ebben a rugóban van egy ilyen kis hülyeség, ami külön mozog, tehát nem a rugó szára, nem így van meghajtva, mint ez, hanem oda bele van rakva egy kis kampós rész, ami csúszkál benn. És a... Hú, bakker, most hogyan volt? Hogyan volt? Figyeljetek, hogyan volt? Azt már elfelejtettem. Ja, végül is nem lehet fordítva összerakni, mert ide, megy, ide csak ez a nagy megy rá. Tehát a rugónak a tömzsibb része ide hátra jön. Ez a tömzsi rész, és a tömzsi részbe megy bele a mozgó rész. Ez a mozgó rész abban megy be. Ezt csak magamnak mondom már, ha vissza kell néznem a videót, mert úgyis el fogom felejteni, akkor úgy kell majd összerakni. Na, beledobtam oda, és akkor ezt a kis csavarkát már inni ki is tekerhetem. Kézzel kijön, látjátok, ez is szinte csak az fogta, hogy éppen fogod. Tehát el ne felejtsem, hogy a kis csavarocska van alatta egy kis alátét, meg egy bakelit talán, vagy Isten tudja, milyen alátét van alatta. Azért mutatom így mindig meg, mert most ez a gép számomra újdonság, tehát ilyen még nem volt, és szeretném úgy összerakni, ahogyan... De most nem jön ki ez a kar. Nézzetek oda. Ez a kar, ezt mi fogja? Egy hatlaffejű csavar. Aha, hatlaffejű fogja. Oké. Okay. Na mindjárt megszabadítjuk, egy tízes, úgy nézem, egy tízes csavar. Ja, hát ez nem ezzel kéne. Váltok, hiszen kaptam én egy... racsnis készletet, vagy egy dugó. Most akkor dolgozzunk ezzel is. Ugye Szabolcstól, köszönöm szépen Szabolcstól kaptam. És akkor ezzel ezt felavatjuk most ennél a gépnél. Jó, ezt a kis technikát. Úgy nézem a kisebbi kulcsra, kulcsát hozzá. Na addig kinyögtem. Átfordítjuk. Mégse tízes. Ez lehet egy, ez 11-es. Bocsánat. Ez 11-es. Akkor egy kisebbe megpróbáljuk. Aha, szerintem akkor ő lesz a 10-es. Kizárásos alapon. Milyen szép hangja, valljátok? Ez még szépen dolgozik. Hát az enyém azt szerintem halloklik a másik. Úgyhogy most nagyon jó jött ez a kis... Próbál. Ide is teszem a kézügyemben, majd valami, ugye még nem csináltam semminek helyet. De mi a hosszú csavar ez emberek. Tekerem, sose ekkora csavarka. Na ez ilyen speciális, látom, van itt ezen forog, gondolom a... Milyen fene? Fék? Oké. Okay. Jó, és akkor most kiakaszt, vagy mi a franc, várjátok. Na, úgy van ám ez, hogy csak úgy... Szerintem azt a kis kütyüt is ki kell vennem onna. Ezt a kis háromszög formát. Így. Remélem, az ott már nincs semmilyen rugó. De rá kell majd figyelnem, hogy ne találtam valami valatta, akkor azért... Azt úgy rakjam. Azért is elmagyarázok itt most mindent,
nem azért már nektek magyarázom is, nektek is, de magamnak meg pláne. Tehát ugyanolyan csavar megy oda, hogy elnézem, ugyanolyan hülyeség van ezen is. Úgy, levesszük óvatosan, oda néztek. Bemegy egy kar, tehát ezt fordítva úgy sem tudom föltenni, hogy elnézem, mert ugye a csavar csak úgy adja magát, tehát így, ezt csak így tudom föltenni, fejtetőt nem, így se, úgy se, amúgy se, hanem csak úgy, hogy az oda be fog menni ez a kis pöcök, aztán kész. Na, ó, bele is férte az üvegbe, jó. Na és akkor így elvileg talán ki tudom szedni ezt a kart, ha minden igaz, nem tudom, nem kell feszegetnem. Na még így se a legjobb, mert ugye ott van egy kis, nem tudom eznek hogy kellett állni annak a láncszemnek. Na azt most nem néztem meg, emberek. Aha. Azt nem néztem, hogyan állt. Na mindegy, majd majd összeépítjük, akkor okosabbak leszünk. Így is akkor le tudtam feszíteni, hogy elsőt róla látjátok. Hát van itt egy ilyen láncszem, vagy minek nevezzem ezt a valamit. Ugye ez hogy a francba állt, majd azt kiderítjük menet közben. Amúgy egy fém meg műanyag kombinációval összerakva ez a kis láncfék. Na, oké, hát potyog róla a maszat, igen. Ugye lesöpröm, talán nincs benne alkatrész, jó.